barátommal az idén is elindultunk a Tiszatavi triatlonon. Az első forduló, a csukás forduló volt, elég bizakodóak voltunk, mivel már tavaly is részt vettünk ezen a sorozaton, és jól szerepeltünk. Összetettben tavaly a harmadik helyezést sikerült elérni, ezért elég optimálisan gondoltuk, hogy az idén is jó helyezést fogunk elérni. Nagyon sok jó csapat ugye indult el a csukás fordulón, sok hal is volt. Nem sikerült 5 halat fognunk, 4 halat sikerült a szágba csalnunk, de ettől függetlenül bizakodóak voltunk a továbbiakban is. A következő forduló a Süllős volt, ezt úgy éreztük, hogy ez igen, ez a mi pályánk. Hát be is bizonyítottuk, 40 darab, vagy még talán annál többet is fogtunk. Hát sokan, nem sokat fogtunk, viszont nagyokat nem találtuk meg. Nem találtuk meg. Nem volt szerencsénk. Abban nem volt szerencsénk, de ezen a fordulón is bizakodtunk, hogy elég lesz legalább a dobogó eléréséhez. Hát sajnos szerencse nem állt a támogatóink közé. Negyedikek lettünk a Süllős fordulón, de összetettben még mindig bizakodunk a mai napban. A balinos fordulón tavaly nagyon jól szerepeltünk. 6 darab balint sikerült rabulejtenünk. És úgy érzem, ez szerintem ma is fog sokunk sikerülni. Hát én is bízom benne. Matematikailag megvan az esélyünk arra, hogy a élmezőnybe végezzünk. Hát reméljük össze. Az időjárás egyelőre nem tudom, hogy fog-e vagy kedvez vagy nem kedvez nekünk. Ez nem sokára kiderül. Elérkeztünk ide a harmadik fordulóhoz, gyakorlatilag a osztott pontozással a második helyen állunk az összetett versenyben. Két fordulón már túl vagyunk, az első az a csukás forduló volt, ahol gyakorlatilag én azt hiszem, hogy a csapatunk az a maximumot hozta ki magából, negyedik helyezést értünk el. Csalikba itt nagyon nagy dolgokat nem találtunk föl, volt egy új villantunk, egy újfajta villantunk, ami nagyon jól működött. Teljesen véletlenül jöttünk rá, a 10 halunkból gyakorlatilag 6-ot abbal fogtunk. A Süllős fordulót, Balázs, egy pár szót róla esetleg. Hát a Süllősben nem volt szerencsénk, az utolsó fél órában szerintem 5-6 csapat is megelőzött minket a nagy halfogásokkal. Hát azért bízunk a mai napban, hogy az időjárás ellenére egy kicsit tudunk faragni a hátrányunkról és megőrizzük a második helyet. Hát, külön trükkünk nincs, azért a balinozásban nagy csodák nincsenek Magyarországon, főleg ezen a vízterületen, mivel ezek a csapatok, akik itt vannak és ide eljöttek a harmadik fordulóra, gyakorlatilag mindannyian érdekeltek valamilyen helyezésbe az összetettbe. Csalikba különösebbet nem tudtunk találni, talán a helyek, ez mondjuk majd múlik a sorsoláson is, vannak olyan helyeink több is, ahol tudtunk az edzéseken balint fogni, hát bízunk benne, hogy ez a mai napon sikerül szintén. Itt a mérethatárok, amik ugye a nagyság az első 5 darab hal, illetve a legnagyobb 5 darab hal fog számítani, ez azért sok mindenbe bele fog szólni. Én úgy gondolom, hogy a Balázs is mondta, az összetett helyezésre esélyünk nincs az első helyre, megpróbáljuk a második helyet megszerezni itt az összetettbe.
szokáson ötödikek lettünk, nehéz verseny volt, de így legalább versenyben maradtunk. Hát erre kíváncsi leszek, hogy mi lesz a továbbiakban. Tehát a csukásforduló után a süllő is következett ugyan a sorban, ez egy téli verseny. A süllő az nekünk hál' Istennek elég jól feküdt, úgyhogy nagy várakozással indultunk. Sikerült is a második helyet, tehát egyébként egy szerintem pontosan beedzett versenypályára vonultunk ki. Sikerült is az előre eltervezett taktikát véghez vinni, úgyhogy megfogtuk a halainkat, szép halak lettek, aztán az utolsó pillanatban egy csapatnak sikerült bennünket megelőzni, de így is nagyon örültünk a második helyezésnek. És figyelembe véve azt, hogy a csukáson az ötödik helyezés azért jónak számított, így most 7 ponttal megyünk összesen a harmadik fordulóra. Ez egyelőre vezeti a tabellát, és tisztességes előnyre is sikerült ezáltal szert tennünk. Tehát most jelen pillanatban 9 pontunk van a mögöttünk második helyezettként holt versenyben álló két csapattal szemben. Úgyhogy a harmadik fordulónk, a balinos verseny, az mindenképpen biztonsági játék a számunkra. Tehát ez a harmadik tiszatavi pergető triatlon záró fordulójához érkeztünk. A rossz idő és a viharos időjárás miatt a nevező csapatok létszáma erősen megcsapant, de az igazán kemények itt vannak. Az első két forduló remekül lezajlott, rengeteg hallal. Én valószínűleg tartom, hogy a mostani fordulóban is azok a csapatok, akik itt lesznek és a mostani díjakért megküzdenek, sok halat fognak fogni. És a szót át is adnám Szigeti Tibornak, aki a harmadik fordulót szponzorálja, a Balinfogó kupát. Hát először is köszönöm Nikodai Miklósnak, hogy felkért minket szponzornak és ugye rendezvény támogatónak. Gyakorlatilag az utolsó fordulót a River Spinning támogatja. A River Spinningre jutott egyben a záró finálé is, amit sajnos az időjárás miatt hát kint szabadtérben nem tudtunk megtartani, és ugye nagyon sok versenyző sajnos lemondta a rossz időjárás miatt a versenysorozat utolsó fordulóját. Hát a River Spinning gyakorlatilag azért támogatta ezt a pergető versenyt, mert elvileg Magyarországon a pergető társadalom egyik vezérévé vált, kinőtte magát az elmúlt években, és azon gondolkodtunk, hogy ezzel a pergetés sorozattal még növeljük a referenciánkat, az ismertségünket, úgy mint esetleg tévében leadott műsorszámok, esetleg YouTube-os filmek nézettségének növelésével. Gyakorlatilag igen, a versenysorozat utolsó szereplői csak azok maradtak, akik érdekeltek, lettek leginkább a főnyereménynek az elérésében, ami gyakorlatilag majdnem, hogy több mint 1 millió forint összetettben. Gyakorlatilag 330 ezer forint a River Spinning által felnőttött utolsó versenynek, nem az összetett díja, hanem az utolsó versenynek a fődíja. És ez a 330 ezer forint ugye eloszlik az első díj, a második, a harmadik, a legnagyobb halatfogó díj fogója között. Hagy tegyek én is említést még az előző két fordulóról. Ugye az első fordulót a Webfishing Center webáruház szponzorálta, innen is köszönetet mondunk Móri Istvánnak. A második fordulót, a süllős fordulót pedig az Undertime webshop szponzorálta Pázbándi Pál révén. Innen is nagyon szépen köszönjük nekik. Azon kívül az Omega Plast Kft. Épített nekünk egy csónakot, amelyik az összetett győztes nyereménye, valamint a Maritime Kft-től kaptunk egy Elite 7T-i radart, és az összetett díj így 1 millió forint fölé emelkedett. Úgyhogy az Omega Plast és a Maritime jóvoltából van az összetett első helyezettnek a kicsivel több mint 1 millió forintos fődíja, és az összdíjazás, a versenysorozat összdíjazása így bőven 2 millió forint fölé ment. Mindenkinek köszönöm, akik eljöttek, végigcsinálták ezt a versenysorozatot, és a mai napra pedig jó versenyzést kívánok még azoknak, akik itt vannak.
Gigó Sándor vagyok. Szalóki Viktor. Táp Jubicskéről érkeztünk mind a ketten. Rendszerint a itt megrendezésre kerülő versenyeken mindig részt veszünk. A Pergető Triatlonon az elmúlt években nem sikerült még ennyire jó eredményt elérnünk, mint most. Összetettben is egész jó álltunk folyamatosan, minden versenyen sikerült halat fognunk. Bíztunk benne, matematikai esélyünk még meg is volt arra, hogy akár a dobogó tetejére is fel tudjunk lépni, de a mai napon azért mindenkinek sikerült egészen szenzációs horgászatot bemutatni. Nekünk jobban jött ki a lépés, sikerült a legnagyobb halat is zsákmányul ejtenünk. Dacoltunk az elemekkel. Hát Isten igazából tényleg jó pece volt, meg mi mondhatni nem közel lakunk ide, de helyinek számítunk szinte, mert itt horgászunk, ha a szabad időnk engedi. Szinte egész évben, minden évszakban járunk le. Nagyon szeretjük a Tiszatavat, szerintünk az országban az egyik legjobb, legváltozatosabb víz. Nagyon örülünk ennek az eredménynek. Szerintem jó volt. Végig. Ezt a versenysorozatot nekünk találták ki szerintem, ugye mi amatőr kategóriában nyomjuk a pecát, igazából hobbi horgászok vagyunk, nem magas szinten versenyzünk, de azért az évek alatt ragad az emberre annyi, hogy akár most ilyen versenyen is meg tudjuk állni a helyünket. Szeretjük ezt a társaságot, nagyon sok jó ismerős arc van. Miki az időjárásról mindig gondoskodik, hogy megnehezítse nekünk egy kicsit a feladatunkat, de sikerült megoldanunk, úgyhogy jó volt. Pál Mihály vagyok, Kunhegyesről érkeztem. A versenyre végül is a közelsége miatt neveztünk elsősorban, tehát a versenysorozatra, mert ritka az, amikor versenysorozat itt helyben viszonylag közel van, kerül megrendezésre. A Tiszató nekünk saját víz, a horgászatáink során és a munkánk kapcsán is napi szinten járjuk ezt a vizet, és itt egy olyan lehetőségünk adódott ezen a versenyen, ami egyébként is nagy kihívás, minden egyes fordulóján kimondottan egy-egy halfajra kellett horgászni, így a három fordulón végig csukára, süllőre, majd a végén pedig balnyira dobálhatunk. Csukás az ötödik helyet sikerült elérni, az sem volt egy egyszerű forduló, de végül is meg tudtuk fogni az öt halat, a süllős versenyen pedig a második helyet. Így van, ezután jött a mai, tehát igazából tényleg az összetett táblázat első helyéről vágtunk neki a mai fordulónak. Ma ugye a Balin volt a célhal, és hát várakozásunkon fölül sikerült ezt teljesíteni. Indulásnál mi biztonsági játékra számítottunk, és erre helyeztük ki a taktikát. Ehhez képest azért sikerült a dobogó harmadik fokára felállni a mai napon is, úgyhogy összességében 10 helyezési ponttal, 3 fordulóban nagyon elégedetten állunk itt a összetett győzteseként.